Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a hatodik témakörünket folytatjuk, miért nem kaptak az angyalok megváltót. Beszéltünk arról, hogy az angyaloknak a tudása úgynevezett beleöntött tudás, szemben az emberi tudással. A beleöntött tudás az azt jelenti, hogy az angyalnak a látó határa, lelki látó határa az sokkal teljesebb, mint az emberé, és az a tudás, amit az angyal az Istentől kap, az a tudás tulajdonképpen az ő teremtményi szintjének megfelelő teljes tudás. Az embernek a tudása az nem ilyen, mert az embernek a tudása az időben bontakozik ki, akár egy kisgyermek, ahogy növekszik, felnőtté érik, vagy hát a felnőtt korunk során is a tudásunk, a véleményünk az időben alakul. És éppen ezért, mivel az angyalnak egy készen kapott nagy tudása volt, az Istentől kapott nagy tudása, és ezzel egy nagy felelőssége is, és az angyal, mármint a bukott angyalok, akik Isten ellen döntöttek, kevésségből ennek a tudásnak a birtokában lázadtak föl az Isten ellen. Schütz Antal írja a dogmatikában a következőket erről. Istennek a pozitív szándékai szabják meg az erkölcsi hatékonyságnak a körét, ahová a helyettesítő elégtétel, azaz a megváltás is tartozik. Krisztus mindenkiért meghalt, de jó téteményeiben nem mindenki részesül. Ez azonban nem vet árnyékot a megváltás egyetemes hatékonyságára, hanem az Isten irgalmának és bölcsességének összhangját mutatja. Irgalmában Isten bűnadósságunk törlesztését elfogadja az üdvözítőtől. Tehát az Atyaisten, most itt tulajdonítsunk, elfogadja Jézusnak a keresztáldozatát, a nekünk adott igazságosságában pedig megköveteli, hogy erőnktől telhetően, amely szintén Krisztus kegyelméből van, a magunk részéről is igyekezzünk. Tehát a megváltás az tárgyilag objektíve megvalósult Krisztus szenvedésével, halálával és föltámadásával, alanyilag, tehát szubjektíve pedig akkor valósul meg, hogyha szabad akaratunkkal ezt elfogadjuk, a saját szenvedéseinket is hozzácsatoljuk Krisztus keresztáldozatához. Ezzel természetesen a szenvedés problémája nem oldódik meg, de értelmet nyer. Mivel Isten végtelen szentség, azért a megbántása, a legkisebb bántás is végtelen. Mivel végtelen szentség az Isten, és végtelen szentség sért meg a bűn, és éppen ezért ezt a bűnt csak végtelen szentség, azaz Jézus Krisztus tudja kiengesztelni. Az emberek önmaguktól akármennyit engesztelnének, ez mind-mind kevés lenne ahhoz, hogy a megváltás megtörténjék. Hát ön megváltás nincsen, de hát ezt tudjuk is nagyon jól, és éppen ezért a kereszt áldozat, és hogy így zajlott le, hogy az Isten így akarta, és ilyen véresen, ilyen kínosan, ilyen kegyetlenül, ez a teljes kiengesztelődés szolgálta, bár Krisztusnak akár egyetlen kis áldozata is, vagy akár egyetlen vércsepje is, elegendő lett volna a vércsepének kiontása
a megváltás megvalósulásához. A következőkben most Mindszenty Bíborosnak a pünkösdi beszédjéből, ami tulajdonképpen kapcsolódik a megváltáshoz, a pünkösdi beszédjéből szeretnék idézni. És ez az idézet, ez benne van a Legyőzetve is ő győzött című könyvben, amelyik elérhető elektronikusan, és az egyházi év főbb ünnepeire tartalmaz Mindszenty Bíboros elmélkedéseiből egy válogatott téma szerinti rendezést. Pünköstkor ugye ünnepeljük a Szentléleknek az eljövetelét, illetve az egyháznak a születésnapját. Mindszenty Bíboros az akkori nyugatnémet országi Bambergben 1972-ben mondta el azt a beszédjét, azt a megrázó, katartikus beszédjét, mert aki hallgatta, én felvételről hallgattam, az megtisztult. Egész egyszerűen, hogyha azt szomjas lélekkel fogadta Mindszenty Bíborosnak a szavait, és ezeken elmélkedett. Tiszta kereszténység, nagyon erős magyarságtudat jellemezte ezt a beszédet is, ahogyan Mindszenty Bíborost is. Ez a beszéd hogyan kezdődött? Kedves magyar testvéreim! Pünkösd ünnepén oázist keresünk a számkivetés kietlenségében. A végtelen homoktengeri szaharában is csobognak az élet forrásai némely helyen. Vannak épp üdepálmák, és vannak fölélénkülő emberek testben és lélekben. Az a kérdés, hol vannak a mi oázisaink, akik a Szaharát járjuk, és akik óhajtjuk az oázis könnyebbségét. A Szentlélek által vezetett Anyaszentegyháznak a kebelén van ez az oázis. Mindszenty Bíboros a következő képpen tanított a diaboloszról, a szétdobóról, a cselvetőről, azaz a sátánról. Erről a sátánról nem kell azt gondolnunk, hogy puszta képzelet lenne, vagy hogy a bűnnek és rossznak a megszemélyesítője, mint ahogy azt a hitetlennek gondolják. Ugye szokták mondani, hogy hiszel az ördögökbe. Hát hiszünk az ördögökbe, amennyiben, ugye, ördögök alatt a szellemi teremtményeket, a bukott angyalokat értjük, és hát nem egy mesés művészi ábrázolás csupán. A sátán élő valóság, hát tudjuk jól, az első emberpárt is bőre csábította, és el is csábította. A Szentírás ezt írja róla, ő a gonosz, ő a hazug, ő a csaló, és ő az emberek tönkretevője. Nagyon érdekes, és nagyon szomorú, hogy ugye ma ez a sátán több csatornán is hozzáfér az emberekhez, több vonalon, például a szórakoztató iparnak a nem éppen színvonalasnak és nem éppen erkölcsösnek mondható ágán is. Ugye felkelti embereken keresztül sajnos az érdeklődést a rosszra, és utána arra hivatkozik, hogy ezt kell szolgáltatni az embereknek, mert az embereknek erre van igényük. Ugye ez, ahogy mondani szokták, ez ténylegesen egy ördögi kör. És ezt át kell látnunk, és ugye sokszor ilyen esetben olyan személyeket állítanak példaképként, aki hát példaképnek teljesen alkalmatlan, jelentéktelen, és hát a példa az inkább a rossz példa.
És ezért kell nekünk a jó, a nemes, az erkölcsös példaképeket megtalálnunk, és az ilyen fajta rossz sugallatú példaképeket pedig kiiktatni az életünkből. A sátánnak az a célja, hogy Istentől felszabadítsa az embert. Aki eddig Isten trónjától függetlenül akart magának emberi méltóságot és hatalmat, az mindig lebukott a rabszolgaság színvonalára. Aki viszont meghajol Isten hatalma és fensége előtt, az emberi méltósággal magasodott mindig. Kérdezi Mindszenty bíboros, hogy van-e értelme annak, hogy századok múlva is ünnepeljük a pünkösdöt? Hát természetesen nagy értelme van, hiszen útba igazít minket ma is. És ma nem csak Szentháromság tagadás van. Ugye itt a Szentlélek, a harmadik isteni személy, tehát ezért van szó most itt a Szentháromságról is. A Szentháromság tagadás is túl sok volna az anyagelvűség táborától. De támadják az ateizmussal, az istentelenséggel nem csak a teremtést, a megváltást és a megszentelést, a Szent Háromság együttes és külön művét, hanem támadják mindazt, ami a kinyilatkoztatásban benne van, amit Jézus 3 éves nyilvános működésében hirdetett. Ugye a Szent Háromság működik a teremtésben, és tulajdonképpen minden isteni működésben. Nagyon érdekes az, hogy a Szent Háromság személyeinek külön-külön is tudunk tulajdonítani dolgokat, tulajdonságokat. Ezek tulajdonítások, úgy hívjuk, hogy Atya Istennek, Fiú Istennek, Szentlélek Istennek, tulajdonképpen ahol az Isten működik, ott mindig a Szent Háromság működik együtt. Ugye a Fiú Istennek kettős természete van, isteni és emberi természet, de a személy, mint személy, isteni személy, második isteni személy. Ez nem ellentmondás, mert nem azt mondjuk, hogy az 1-3, nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy az egy Isten az háromságban létezik. És ezt viszont csak a kinyilatkoztatásból tudjuk, erre emberi értelemmel, emberi következtetéssel nem jönnénk rá. Visszatérve Mindszenty bíboros gondolataira, a Szent Háromság tagadók, az anyagelvűek tagadják az ember halhatatlan lelkét, és ezzel tulajdonképpen minden felelősséget is. És ezzel az emberi méltóságot, hiszen az új tanokban ma az istentelenség és az embertelenség frigyesül, és oda van az ember méltósága és állat felettisége. Ugye ez az állat felettiség jelenti a szellemi lelkét az embernek. Itt Mindszenty bíboros, bár nem mondja ki a szavaiba, de utal és egyértelműen utal az akkor Közép-Kelet-Európában uralkodó, Magyarországon is uralkodó ateista, kommunista rendszerre, ahol kötelező volt az ateista nevelés. Ugye, és ez az a pont, ami tulajdonképpen a kommunizmusnak a legnagyobb istenellensége, az ateista nevelés, és még nem is csak ateista nevelés, nem csak, hogy Isten nélküli, hanem egy kontrateista, tehát egy Isten elleni nevelés is. És az ateizmusnak, illetve a kommunizmusnak, és annak bármilyen ma is élő válfajának ez a legmélyebb rákfenéje és el nem múló lényege az
istenellenesség és az ebből következő emberellenesség. Hát Mindszenty Bíboros így hozza ezt pünköstkor összefüggésbe ezzel a kérdéssel, és ugye ne felejtsük el, hogy mennyi emberi lelket nyomorított, és sajnos ma is nyomorít meg a sátánnak ez a rendszere. Ugye ne felejtsük el, Fatimában az egyház jóvá hagyta a Fatimai Mária jelenéseket, az előző elmélkedésünkben beszéltünk erről is, és ott Mária figyelmeztetett erre 1917-ben, hogyha az emberek nem térnek meg, akkor egy világot eddig soha nem látó pusztító rendszer fog elhatalmasodni, és tudjuk jól, hogy ez melyik rendszer volt, 120 millió közelítőleg ennyi áldozattal. Hát ez csak a Mária jelenésekhez kapcsolódóan, illetve Mindszenty Bíboros bambergi beszédjéhez kapcsolódóan szerettem volna, mint akkori és hát mai aktualitást is megemlíteni. Hogy folytatja Mindszenty Bíboros? Mert csak egy bizonyos kis kultúrmázat adnak ma a világnak, tessék, lássék. Lényegében azonban nem, hogy az állat színvonalára akarnák lesüllyeszteni az embert, de még ennek a színvonalnak is alája kerül az ember. Mert az állat ilyesmire nem képes. Ugye az állat a maga teremtményi szintjének megfelelően, ha ragadozó, vagy amit tesz, hát azt az állattól nem lehet számon kérni, mert annak nincs szabad akarata. Az teszi azt, amit az ösztöne meg a természet törvény diktál. De az ember nagyon is le tud süllyedni. És ugye, amit az előbb beszéltünk, az bizony a lesüllyedésnek az egyik legmélyebb foka. Azután tagadják mindazt, ami az egyházban van, az egyház létesítését, és tagadják a hét szentséget, amikre szerintük nincs szükség, hiszen csak odáig megy az emberi szemlélet, ameddig az oktalan állatnak a jászola fölér. Hát most itt újra az állatvilágból hozta Mindszenty Bíboros ezt a hasonlatot. És nagyon érdekesen fejezi be ezt a pünkösdi beszédet, mi nem kérünk soha kölcsön a sátántól kezet arra, hogy Isten terveibe beavatkozzunk, és hogy a nemzetünknek olyan támaszai legyünk, mint ahogy az említett ellenségek a támaszai. Hát ugye itt a támaszt most idézőjelbe kell érteni, mert ez az ellenség, a megnyilvánuló, embereken megnyilvánuló sátáni ellenség. Ebben hiszünk, remélünk, bízunk, és tudjuk, hogy az Isten a benne bízókat nem hagyja el soha.